végzős diákok énekelve végigsétáltak az iskolán. Így kezdődött a Horváth István Általános Iskola ballagási és tanévzáró ünnepsége. Egy iskola életében, amelyet ugyanolyan lelkesedéssel várnak tanárok és diákok. A tanévzáró ünnepség biztos, hogy ezek közé tartozik. S tudom, hogy az itt felsorakozó 331 tanuló alig várja, hogy kimondjam végre az elbocsátó szép szavakat. Mielőtt ez bekövetkezne, végezzünk egy rövid számvetést az elmúlt tanévről. Én úgy érzem, úgy vélem, tanár, diák, szülő egyetért velem. Nagyon nehéz, nagyon munkás, sok problémát leküzdendő évet hagyunk magunk mögött. Ennek ellenére elégedettek lehetünk, alapvető céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk. A tavalyi kimagasló évet is sikerült az idén túlszárnyolnunk bizonyos területeken. A magatartás átlag 4,11-ről 4,21-ra javult. A szorgalom átlag a tavalyi 3,84-ről 3,92-ra emelkedett. Iskolánk tanulóinak tanulmányi átlaga 4 egész. 4-es, tehát jó. Egy évvel ezelőtt 64 diák vehetett át jutalmat kimagasló tanulmányi eredményért. Ez a szám most 72, igen, örömmel ismétlem meg, 72 főre emelkedett. Első A-ból kitűnő Balog Ádám, Móroc Bettina, Németh Nóra, Simák Larina, Terbocs Patrik. Első B-ből kitűnő Ardai Luca, Bakó Natália, Dor Zoltán Ádám, Kis Vivien, Lakatos Bence, Pracsler Vivien és Sándor Mirabella. A második A osztályból jeles Kovács Hanna Zoé, kitűnő Ackermann Dóra, Steigler Vanda és Szakály Zorka. A második B osztályosok következnek. Jeles Csapó Emma Mária, Padragi Péter és Szabó Kira. Kitűnő ugyanebből az osztályból Balogh Panna, Csík Gerdő Barnabás, Fazekas Levente Ádám, Habi Milán István, Kedves Dorina Karolina, Kiskó Boglárka, Patocskai Noel és Pók Patrik. A harmadik A osztályból kitűnő Bakó Julianna, valamint Sanda Réka. Jeles Cika Bertalan, Enyingi Sára Anna, Goda Doroti és Molnár Odett. A harmadik B osztály következik. Bránya Boglárka kitűnő, Herman Bendegúz Zétén jeles, Nikolausz Barnabás kitűnő, Odor Kamilla jeles és közösségi munkájáért vehet át jutalmat, Rácz Robin kitűnő, Simándi Emma szintén kitűnő, Veres Dávid jeles, Vinicai Adél Csenge kitűnő bizonyítványt vihet haza. A negyedik B-ből Galambos Gergő, bocsánat, negyedik A-ból, Galambos Gergő kitűnő,
Kornyák Tamás jeles, Mészáros Károly Benyámin, valamint Nagy Dávid Ádám sport eredményért részesül jutalomban, Rajki Dávid és Róna Széki Virág jeles, Salk Ramona Kinga közösségi munkájáért, Sebestyén Emma Alma jeles tanulmányi eredményért kap jutalmat. A negyedik B-osztályból Csincsi Luca Izabella közösségi munkájáért, Enyingi Panna jeles tanulmányi eredményért, Fenyő Jordán sport eredményért és kitűnő tanulmányi eredményért, Horváth Vivien jeles tanulmányi eredményért és közösségi munkájáért, Varga Ádám jeles tanulmányi eredményért és kiváló sport eredményért vihet haza jutalmat. Az ötödik A-osztályból Balog Máté Zsolt kitűnő bizonyítványt vihet haza. Az ötödik B-osztály tanulói következnek. Cene Ádám jeles, Fehér Laura Nóra kitűnő, Gáspár Rihárd kitűnő, Kalocsai Liliana és Kovács Milán jó közösségi munkát végzett, Kujber Vivien kitűnő tanulmányi eredményt ért el, Mikolics Alex és Süle Barbara Léna közösségi munkájáért részesül jutalomban, Vajda Szabolcs kitűnő tanulmányi eredményt ért el. A hatodik A-osztályból Benke Léna Brigitta jeles, Bóka Péter sporteredményért, Fehér Badics Barna jeles tanulmányi eredményért és közösségi munkájáért, Kutni Laura jeles, Salk Réka Eszter jeles, Bodnár Dóra kitűnő, Keskeny Armand jeles, Kubányi Lili közösségi munkájáért, valamint jeles tanulmányi eredményért, Kutni Blanka közösségi munkájáért, Lakner Virág kitűnő tanulmányi eredményért, Mihálovics Krisztofer szintén kitűnő tanulmányi eredményért, valamint közösségi munkájáért, Mirankó Kira kitűnő tanulmányi eredményért és közösségi munkájáért, Sanda Gábor kitűnő, Farkas Gábor Máté kitűnő tanulmányi eredményért vihet haza jutalmat. Gábor egyébként már 7. A-osztályos tanuló. 7. A-osztályból továbbá Komlósi Patrici Adrien, Kosaras Kinga és Németi Melánia Henrietta közösségi munkájáért részesül oklevélben. Nyírő Szimonetta pedig a jeles tanulmányi eredményért. A 7. B-ből Bajnai Bernadett Krisztina és Csincsi Botont kitűnő eredményt értek el. A 8. A-osztályból Tóth Vivien énekkari munkájáért részesül jutalomba. S végül, de nem utolsó sorban, a 8. B-osztályban Farsang Bence kitűnő bizonyítványt vihet haza, Miskolci Dorina 8 év kimagasló tanulmányi eredményért és közösségi munkájáért részesül jutalomba, és Somogyi Fruzsina szintén a kitűnő bizonyítványáért. Akkor ennek a sok ügyes, okos, szorgalmas gyereknek most kérünk egy nagy tapsot. Idén 4 tanuló részesült nevelőtestületi dicséretben. Fenyő Jordán, 4. osztályos tanuló, nevelőtestületi dicséretben részesült 4 év kiemelkedő tanulmányi eredményért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, az iskola kulturális életben való aktív részvételéért. Gratulálunk! Kujber Vivien, 5. B-osztályos tanuló. Kujber Vivien 5. B-osztályos tanulót a Horváth István Általános Iskola nevelőtestülete dicséretben részesíti. A dicséret indoklása, a tanuló, a nevelőtestületi dicséretet 14 tantárgyból teljesített kitűnő eredményért kapja. Gratulálunk, Vivien! Vajda Szabolcs 5. B-osztályos tanulót kérjük szépen. Vajda Szabolcs, 5. D-osztályos tanulót, a Horváth István Általános Iskola nevelőtestületi dicséretben részesíti. A dicséret indoklásában az szerepel, hogy a tanuló 10 tantárgyból teljesített
kitűnő eredményért kapja a dicséretet. Gratulálunk! És végül, de nem utolsó sorban, Farsang Bence, 8. D osztályos tanuló fáradjon ide. Farsang Bence, 8. D osztályos tanuló, nevelőtestületi dicséretet kap a Horváth István Általános Iskola pedagógusaitól. Bence ezt a dicséretet azzal érdemelte ki, hogy a London Bridge angol nyelvi verseny országos döntőjén 4. helyezést ért el. Gratulálom! Majd az alapítványok és az iskola díjainak az átadása következett. A ballagó diákok Miskolci Dorina és Somogyi Fruzsina József Attila versével köszöntek el iskolájuktól. József Attila, magad emésztő. Most már értelek. Pörös felek, szemben álltunk, de te szintén más ügyben, mint én. Már értelek. Mit érsz vele? A múlt tüntető menete elvonult, a lomb lehúlt, s a fájdalom ágai benned, mint mindenkiben, elkövesednek az aláomló évek, évadok, rétegek, szintek és tagok óriás nyomása alatt. Akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát. Így szenvedünk, te is, meg én is. S még jó, ha az ember haragja, nem az embert magát haragja, hanem valaki más. Dudás a puholást, én téged, s engemet te. Mert mi lenne, mi történhetne, ha az értelem iszonyú karma mindig magunkba marna. Egy pillanatig szórakozottan eltűnődtem, hiszen lehetnénk jó barátok. Együtt mehetnénk a kávéházba, s teát kavarva szépet, jót, igazat akarva beszélgethetnénk az irodalomról, vagy más így fontos emberi lomról. És telt szavadra, mit óvatosan vetnél latra, utalván a tapasztalatra, indulatom messze ragadna. S te, hozzátéve, szívedre neved, leintenél, mint az öregebb. S én bosszankodnék, de nem mondanám. Tóth Vivien, 8. osztályos tanuló, Bartók Eszter Búcsúdal című dalát énekelte el. Csendreim az élet mindjárt, egy álom lassan elborult. Mégis nem hiszem, hogy vége, nem látlak már téged. Minket összekölt a múlt, nem látlak téged.
Varga Bence az iskola diákjai nevében a végzősöknek adott néhány útra való gondolatot. Kedves ballagó diáktársaim, barátaim, ismerőseim, arcotokon elidőzik még a szemem. Tudom, mindegyikőtök mást remél, mást vár az eljövő időtől. Még itt áll kerülöttetek a sok rokon, ismerős és barát, de búcsú csokrokat szorongattok kezetekben. 8 év sziklafalát megmásztátok, és mi nyomotokban kapaszkodunk felfelé. Ti már a ballagók önbizalmával büszkén elköszöntök, talán vissza sem néztek, mikor kiléptek az iskola kapuján. Mi haladunk a sorral, és tovább lépünk. Irigylünk benneteket. Számotokra most jön a nagy feladat. Tarisznyátokba útravalóul itt van néhány gondolat. Bízzatok magatokban, a sikert és a kudarcot is bátran álljátok. Ne feledjétek a leckét, ha kiszemeltétek a célt, és ha az út néha másfelé is vezet, mindig a célba visz. Sose legyetek reményvesztettek. Kövessetek el bár 100 hibát, a győztes úgyis az lesz, kit jó szándék hajt, s a hibát helyrehozni neki lát. Jelenlévő diáktársaim nevében szeretettel búcsúzunk tőletek. A 8-osokat Jónás Olivia képviselte, rövid beszédében néhány emléket is felidézett a közösen eltöltött évekből. Eljött ez a nap is, amire annyian vártunk, amitől néha féltünk, és most mindenkiben vegyes érzések kavarognak. Nosztalgia, félelem, izgalom, öröm és egy lehelletnyi bizonytalanság. Mi lesz velünk egymás nélkül? Kik lesznek majd az új barátaink? Be tudunk majd illeszkedni az új osztályba? Mi a következő lépcső, amit meg kell lépni ahhoz, hogy elérjük céljainkat? A héten minden nap már egy kicsit búcsúzva jöttem be a kapun. Csak bámultam, és elöntöttek az emlékek. Osztálykirándulások, a nagy bandázások, a kihagyhatatlan aranyköpéseink, diákcsínyek, a feledhetetlen matekórák, és a sok-sok együtt töltött idő. A szünetben rágó kunyerálás, titkos telefonozások. Persze a kellemetlenségek is, mint Szilvi néni varázsdoboza, a váltócipő réme, az udvari szünetek. E 8 év alatt megértünk sírást, nevetést, veszekedést és hatalmas szerelmeket is. Köszönjük, hogy osztályfőnökeink szárny alá bújhattunk, hogy megtanultunk összetartani jóban, rosszban, hogy tanultunk normális emberként élni. Búcsúzunk tanárainktól, és tőletek, kedves diáktársaink! Isten veletek! Takács Dániel az iskolai év nehézségeiről számolt be egy vidám verssel. Békés Márta, iskola bolygó. Az iskola az egy különös bolygó. Az iskolában minden másképp van. Például az időszámítás. Az év itt szeptemberben kezdődik, és júniusban ér véget, vagyis mindössze 10 hónap. Egy hét csupán 5 napból áll. A 10 perc sem 10 perc, hanem 15. Sőt, a harmadik 10 perc az 20 perc. A szorzás tényezőjére írtunk dolgozatot. Nem is lett olyan rossz, de azért jó sem. 3-as. Ebben a fél évben ez már a 4. De sem az anyu, sem a Timi néni nem akarja elismerni, hogy 4-3-as az ugyanannyi, mint 3-4-es, hiszen a szorzás tényezői felcserélhető. Az eredmény hibás lett egy 0 miatt, a dolgozat 1-es lett a hiba miatt, a fél évim 3-as lett az 1-es miatt, az anyu meg mérges lett a 3-as miatt. Az ajándék ugrott a méreg miatt, és mindez egy semmi 0 miatt. Hagyományokhoz híven a végzősök idén is léggömbeeresztéssel búcsúztak az iskolától. Thank you.
3, 2, 1.